Az államreform program keretében a közigazgatás hatékonyságának növelése, az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés megteremtése zajlik országszerte. A megyében eddig 5 kormányablakot adtak át. A kormányablak hálózat kiépítése most Szolnokra érkezett. 2015. év során összesen mintegy 278 helyszínre kívánjuk elvinni az állampolgárok számára a kormányablakok által nyújtott ügyintézési lehetőséget. Az állampolgároknak kívánsága és egyben jogos elvárása is az, hogy ügyeik intézése során hatékony, gyors, az igényeikhez igazított nyitvatartási időben rendelkezésre álló ügyintézési pontokon tudják intézni hivatalos ügyeiket. A jövőben pedig elektronikus kormányablakok is nyílnak, hogy a lakosok otthonaik kényelméből is tudják intézni ügyeiket, mondta a helyettes államtitkár. Dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, hogy az uniós források lehívásában, a vállalkozók életében, munkájában is elengedhetetlen az ügyintézés könnyítése. Ma már nem kell hivatalról hivatalra járni, egyetlen helyen is széles körű szolgáltatást kapnak a lakosok. Ennek a városrésznek is gazdagodott a kormányablak kialakításában maga a városrész, de a járás 18 településének mintegy 120 ezer lakosát is kívánjuk szolgálni, egyre bővülő ügyfélkörrel. Jelen pillanatban 378 ügy az, amelyet lehet intézni a kormányablakokban. Ha visszagondolunk 2011. január 1-jére, amikor 29 ügykörrel indult a rendszer, akkor elmondhatjuk, hogy ütemes a fejlődés. A tervek szerint 2000 ügyet lehet majd intézni a kormányablakokban. Szolnokon a Kossuth téri mellett ez már a második kormányablak. A 20 ezer lakosú Széchenyi városrészben, az okmányiroda épületében 18 ablak és kerekes székkel is megközelíthető fotoboxok segítik a gyors és hatékony ügyintézést. Nem, mert ez a kocsival, ez abszolút, ez teljesen el lehet közlekedni, és akkor tudom, hogy ide kell megállni. Egy papírlapot szoktak megérteni egyébként, mert látszik a formán. A Széchenyi lakótelepi kormányablak munkanapokon rugalmas ügyfélfogadással tart nyitva.